az AMK Sári Gusztáv tagiskolájának tantestülete, valamint tanuló ifjúsága november 20-án tartotta az úgynevezett névadónk napját. Az egésznapos rendezvénysorozattal Sári Gusztávra, az országosan elismert reformer pedagógusra emlékeztek. Vezesd őket, utat ne tévesd, s magadhoz mindig hű maradj, mert élen állsz, és messze látszol, sose feledd, példa vagy. Nagy László soraival szeretnék köszönteni mindenkit, aki ma megjelent itt, hogy lerújja tiszteletét Sári Gusztáv sínjánál. Sári Gusztávra nem csak akkor gondolunk, ha születésének vagy halálának évfordulója van, vagy amikor itt állunk a temetőben a sírjánál. Nap mint nap eszünkbe jut, amikor belépünk az iskola kapuján, amikor leírjuk iskolánk nevét, vagy amikor elsétálunk az emlékfal előtt. Intézményünkben nagy hagyománya van annak, hogy Sári Gusztáv munkásságát ápoljuk, ez bizonyítja az is, hogy az elmúlt években én magam is nagyon sokat tanultam róla és tőle. Elsőként az AMK Sári Gusztáv tagiskolájának diákjai díszíti virágokkal névadunk sírját.
a temetőben elhelyezték az emlékezés virágait és koszorúit a gyerekek, illetve a korábbi pedagógus társak. Az iskola mindig is fontosnak tartotta, hogy névadójáról méltóképpen megemlékezzen. Azt gondolom, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Sári Gusztáv nevét vehettük fel. Annak idején úgy döntött a képviselőtestület, hogy ezt a nevet vegyük fel és ezt használjuk. Úgy gondolom, hogy ő példa előttünk mindenképpen, hogy azok az eszméket és értékeket, amit közvetített, az a mai napig időtállóak és minden követni tudjuk. Mondhatjuk, hogy egy reformpedagógusnak számított korában. Igen, és azt gondolom, hogy az a tudás, amit ő képviselt, amit átadott, az ember szeretet, a gyerek szeretet, az, ahogy bánni kell egy vezetőnek a beosztottakkal, az mind-mind olyan érték, amit csak-csak követendő példaként emlegethetünk. És nagyon-nagyon öröm az nekünk, hogy egy-egy ilyen ünnepségen itt lehetnek velünk még a pályatársak. 5 vannak, akik el szoktak jönni, most 4 tudtak, mert egy közülük betegeskedik. 84 évesen, olyan fiatalosan itt vannak és tevékenykednek, hogy csak nagy örömöt okoz ez nekünk. Most itt a temetői aktust követően az iskolában folytatódik az emlékezés. 2 folytatódik az emlékezés abban a formában, ami hivatalos, mert közte egy kötetlen beszélgetés lesz. Az emlékfalnál kis ünnepi műsor lesz, koszorúzás, ezt követően pedig a gyerekeknek betélkedő, aminek most az a sajátossága, hogy egyrésztről angol és magyar nyelven betélkednek Sári Gusztáv életéről, munkásságáról, és ügyes kezek, kézes foglalkozás keretében foglalkozunk a gyerekekkel, hisz mindenki tudja, hogy Sári Gusztáv amellett, hogy kiváló pedagógus volt, nagyszerű kézügyességgel megáldott művészeti ember volt. Itt az emlékező szövegben elhangzott, hogy a gyerekek tulajdonképpen egész évben találkozhatnak a nevével, akkor, amikor leírják az iskola nevét, vagy akkor, amikor belépnek az iskolába. Ugye itt nagyon fontos az a kis emléksarok, amit kiállítottak az ő munkásságát bemutatván. Amikor ezt az emlékfalat készítettük, akkor nagyon fontos szempont volt előttünk az, hogy minden nap minden gyerek menjen el előtte. Mindenki, aki bejön az iskolába, ezt láthassa először. És úgy gondolom, hogy ez méltóképpen ünnepeljük azzal minden nap, hogy a iskola zászlója mellett az emlékfalon a fafaragású képe van, az évszám, a neve, az emlékezés virágai ott vannak. Tehát mindenki, aki bejön idegen vagy ottani lakója az iskolának, először vele találkozik. Mit üzen az ő szellemisége a mai kor pedagógusainak például? Hogy minden gyerekkel úgy kell foglalkozni, hogy a saját képességeit figyelembe kell venni, és minden gyerekben meg kell találni azt az értéket, amiben ő jó vagy kiváló, és úgy kell őt nevelni, tanítani, hogy erre kell alapozni, erre a tudásra vagy értékre, ami benne van. Sári Gusztáv fiát kérdezzük, hogyan emlékszik vissza az édesapjára? Hát mindig megható ilyenkor megszólalni, mikor rákérdeznek ezekre a dolgokra. Hát egy nagyon, nagyon humoros, vicces, nagyon intelligens emberként emlékszünk rá vissza, intelligens emberre. Mindig lestük gyermekkorunkban, amikor baráti társasággal beszélgettek, viccelődtek, és akkor szívesen kihallgattuk úgymond ezeket a beszélgetéseket, és mi is jókat nevettünk. Milyen érzés az utókor emlékezete, hiszen itt nagyon sok gyerek is körbeállt a sírt, de a régi pályatársak is itt voltak. Igen, ez egy nagyon megható és megindító látni ezt, ahogy a mai fiatalok is minden évben emlékeznek rá, és hát a régi pályatársak szintén, akik szakemberei voltak a munkájuknak. Nagyon megindító ez mindig. Munkásságát ismerjük, mint pedagógus. Milyen volt, mint édesapa? Nagyon jó édesapa volt. Nagyon sokat foglalkozott velünk. Csodáltuk mindig kézügyességét, rajzait, szobrait, és hát próbáltuk követni, amennyire lehetett. Hát nem olyan túl nagy sikerrel ebben a tekintetben.
Kucsá Zoltán harmadik A-osztályos tanulót, aki Kányádi Sándor Kicsi legény Nagytadiszna című versét fogja előadni. Kányádi Sándor Kicsi legény Nagytadiszna. Hordasi nyomat verdeső tarisznyában palavessző, palavessző s palatábla. Így indultam valamikor legelőször iskolába. Le az utcán, büszkén, bátran lépteltem a tarisznyámban. Hova viszed ugyan vissza azt a legényt, te tarisznya? Tréfálkoztak a felnőttek, akik velem szembe jöttek. Máskor pedig ilyen formán mosolyogták a tarisznyám. Éhes lehet a tudása az, akinek ilyen hosszú, ilyen nagy a tarisznyája. De csak mentem, még büszkében, míg az iskoláig értem. Az iskola kapujában gyökeret vert a két lábam, s álltam, még csak bátorító szóval nem jött a tanító. Rám mosolygott. Ej, kis legény, gyere, fiam, bátran, ne félj. Kézen fogott, bevezetett. Emlékszem, de melegem lett. Évek teltek, múltak, de még most is érzem olykor-olykor jó tanítom melegkezét. Névadók napja alkalmából emlékbeszédet mond Németh János tanár úr. Kedves vendégeink, kartársaink, diákjaink! Újra eltelt egy esztendő, és ránk bírat november 20-a, iskolánk névadójának, Sári Gusztávnak a születésnapja. Fontos nap ez iskolánk életében, újra megállunk egy kicsit, hogy emlékezzünk Sári Gusztávra. Megint végig gondolhatjuk, hogy miért is az ő nevét vettük fel 2000-ben. Sári Gusztáv nagyon sokat jelentett iskolánknak, rengeteget tett ezért az intézményért. Volt szaktanára, diákok nemzedékeit tanította történelemre és magyarra. Volt igazgatója az iskolánknak, és éveken keresztül gondosan vezette ezt az intézményt. Írt tankönyveket is, melyekkel öregvítette saját és iskolája hírnevét, valamint fontos vezető pozíciókat töltött be a közoktatásban. De úgy gondolom, mi nem csak ezekért vagyunk büszkék nevére. Azt hiszem, leginkább azért választotta iskolánk őt, mert Sári Gusztáv személyisége olyan eszméket képvisel, amit követni akartam. Azt a pozitív szellemiséget, gondolkodásmódot választották annak idején, ami szerint iskolánk is szeretett volna működni. Mit is jelent számomra és kollégáim számára ez a szellemiség, amit tőle örököltünk? Mi az, amely lámpásként, fénylő csillagként világít előttünk, és amit próbáltunk az elmúlt esztendőkben követni? Előttem követendő értékként áll névadunk hazaszeretete, hazafiassága. Hazáját építő ember volt, aki tevékenyen irányítani, jobbítani szerette volna ezt a kis országot. Kiállt a magyar emberek szabadságáért, vállalta a megpróbáltatásokat, a szenvedéseket is, a jobb, boldogabb és szabadabb Magyarországért. A hazáját szerető ember szerintem megérdemli az elismerést. Kollégáimmal együtt igyekszünk követni az ő hazaszeretetét, és a gyerekeket az ő szellemiségében nevelni a szülőföldünk tiszteletére. A történelem és a magyar óráimon igyekszek mindent elkövetni azért, hogy a gyerekek azonosulni tudjanak ezzel az érzéssel. A hazaszeretet gyakran párosul gyermek szeretettel, hiszen azért szeretnék jobbítani hazánkat, hogy gyermekeinknek, unokáinknak szebb és boldogabb jövő vár. Sári Gusztáv két gyermek apja volt. De nem csak két gyermeket nevel, hanem egy egész iskolának osztotta szép szeretetét gyermekeknek, kollégáknak egyaránt. Ez az iskola volt a kibővített családja, és igazi családapaként próbálta óvni az intézmény dolgozóit, például a pártállami túlkapásoktól. A gyerekek felé irányuló megértése fényesen ragyogott az őket hétköznapokban is. Igyekezett mindig vidám légkör teremteni óráin, hogy a diákjai jól érezzék magukat. Ez a fényes csillag, Guszti bácsi gyermek szeretete most fontos vezetője iskolánk pedagógusainak. Én azt vallom, csak az lehet jó tanító, aki szereti a gyerekeket. Úgy szereti, mint Guszti bácsi. Nekem fontos az is, hogy mosolyt tudjunk csalni a gyerekek arcára,
mert ahogyan azt a névadónktól is láthattuk, a nevetés fontos kelléke tanulára. Sokszor nézegettem már azokat a vidám karikatúrákat, amelyekkel ő is igyekezett színesebbé, vidámabbá tenni óráit. Bevallom, nekem nagyon tetszettek ezek a szemléltető, humoros rajzok. Azt gondolom, az elmúlt bő 10 esztendőben ebben is követtük az ő szellemiségét. Pedagógus társaimmal együtt igyekszünk mindig szeretettel és megértéssel fordulni a ránk bízott gyerekek felé. Minél több színes műsort szervezni számukra, hogy örömmel lépjék át intézményünk kapuját, és iskolánkban jól érezzék magukat. Mindenképpen meg kell említenünk Sári Gusztáv azon fontos belső tulajdonságát, hogy ő alkotó, újító pedagógus volt. Egész életében azt kereste, hogyan lehetne jobban elsajátítani a tanulókkal az adott tananyagot. Ezt szolgálták a már említett vidám kis karikatúrái, maga készítette szemléltető eszközei, kiemelkedő szakmai tudatossággal tervezte meg tanári munkáját, korát megelőzve használta óráin a modern tanítási technikákat. De aktív tagja volt a Magyar Pedagógiai Társaságnak is, a Magyar Történelmi Társulatnak, a Tanterv és Tankönyvfejlesztés Országos Tanácsának. Felkérésre tankönyveket, tanári kézikönyveket, útmutatókat írt, amelyekben nézeteit igyekezett terjeszteni. Több évtizedes kiemelkedő alkotó munkájáért a szakma legmagasabb kitüntetését, Apáczai Csere János díjat kapott. Amióta csak itt tanítok, azt érzem, hogy iskolánk ebben is méltó követője volt ennek az eszmének. Tanóráinkon használjuk a modern eszközöket, a kooperatív technikákat, pár és csoportmunkában dolgoztatjuk tanulóinkat, differenciáljuk őket, hogy jobban elsajátíthassák az adott tananyagot. Személy szerint nekem az új eszköztárból a számítógép és a digitális tábla használata tetszik a legjobban. Több kollégámmal ezekkel az eszközökkel is segítjük az új ismeretek átadását. Igyekszünk más oktatási intézményeket is megismertetni a fentebb említett technikákkal és eszközökkel az iskolánkban tartott jó gyakorlatok keretében, ugyanúgy, mint ahogyan annak idején névadónk is tette. Ebben is hülyek maradtunk szellemiségéhez, követendő példának tekintjük őt. Hazaszeretet, gyermekszeretet, életvidámság, újító, alkotó munka. Ezek jellemezték az ő szellemiségét, egyéniségét. Ma is ezek vezetnek bennünket útmutató csillagokként, oktató, nevelő munkával. Teszik ezt ugyanúgy, mint ahogyan a valódi csillagok vezetik a tengereken járó hajósokat. Mutatják számunkra azt, hogyan is neveljünk, oktassuk a szülők által ránk bízott gyermekeket. Ezek mindig is állandó, maradandó értékek, bármit is mondhatnak, parancsolhatnak nekünk különböző politikai rendszerek. A Sári Gusztáv által közvetített szellemiséget szerintem feltétlenül követnünk kell. Ezeket az iránymutató csillagokat pedig ő helyezte fel iskolánk egére. Azt gondolom tehát, hogy leginkább azért vette fel iskolánk az ő nevét, hogy nap mint nap emlékezzünk ezekre az értékekre, amikor csak belépünk intézményünk kapuján. Leírjuk, vagy kimondjuk a nevét. Elsétálunk neki készített szép emlékfal előtt. Megmutatja, hogy merre is vezet a helyes ösvény az élet kuszacsunk elében. Úgy gondolom, eddig méltó utódai voltunk szellemiségének, és sikeresen közvetítettük az ő eszménységét, az újabb és újabb nemzedékek felé, valamint más településekről érkező tanárkollégák felé. Remélem és bízok benne, hogy az elkövetkezendő esztendőkben is büszke lesz majd Guszti bácsi odafent az ő iskolájára, és büszkén látja majd, hogy nem lettünk hozzá ügylenek. Most pedig egy tőle vett találó idézettel zárom megemlékezésemet. Csak akkor tudjuk a nevelési, képzési feladatokat eredményesen megvalósítani, ha az oktatás olyan módszereit sajátítjuk el, dolgozzuk ki és tartjuk a kezünkben, amelyekkel elérhetjük, hogy a tanulók könnyebben, hatékonyabban és mondhatnám élvezetesebben tanulják meg és véssük be a tényanyagot. Élem, helyezzük el a kegyelet koszorúítés virágait az emlékfalnál. Thank you.
Awesome.